1980-tól egészen 1991-ig vezette a Helikont Fekete György, illetve 2006-ig regionális vezetőként felügyelte a házat. Ezzel a leghosszabban regnáló vezetője volt az intézménynek. Vele beszélgettünk az elkövetkezendő percekben. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok. Volt már az új házban? Természetesen. Meghívtak a ünnepélyes megnyitóra, de azóta is, ha jól emlékszem, négyszer voltunk vacsorázni. Egy kisebb társasággal a Pelzó ott csinálta az adventi vacsorát 120 főve, meg egyszer a kollégáimmal mentünk le vacsorázni. A konyha az kiváló, legalábbis mindig nagyon jó tettünk. Én borzasztóan örülök annak, hogy végre megnyitott a szálloda. Most ha belegondolok, hogy pár évvel ezelőtt a Kesztei Balaton part egy nagyon szomorú képet mutatott a kirámolt hotel via, a bezárt Helikon szálloda. Tehát nagyon örülök neki. Örülök annak, hogy a épület külső formájában megőrizte Tolnai Lajos által megtervezett formáját, ami akkor az egy nagyon előremutató épület volt. Ha belegondolunk a siófoki vagy a balatonfüredi kocka vagy hasáb formájú hotelekhez képest, ez a nyitott könyv a tóvíze felé, és az, hogy minden szobából a Balatonra lehet rálátni, ez akkor egy nagyon úttörő megoldás volt. Az belső terekben ugye vannak nagyon elegáns, tényleg általam is szeretett részek, de van, ahol nekem ez a minimalista stílus annyira nem jön be. Nagyon szép a wellness részleg. A wellness az nagyon jól sikerült, bár még jobb lett volna, hogyha a 25 méteres úszómedence megmaradt volna az élményfürdő mellett. Amit sajnálok kimondottan, hogy Helikonban nagyon sok képzőművészeti alkotás volt, abból semmi nem maradt meg. Ugye a szálloda hal jelentős részét, meg a étterem egyik falát Szinte Gábornak az intarziái díszítették, kimondottan Kesztei témájú. Az étterem egyik a Balaton vízével szemközti falát Majoros Gábornak, ő egy Munkácsi díjas szobrász, kerámikus, az ő a Balaton hullámzó felületét visszaadó kerámia kép borította. Sajnálom, hogy ezekből nem maradt meg semmi. De nagyon örülök, hogy végre újra vendégeket fogad a szálloda, tényleg ez csak sok sikert kívánok a jelenlegi menedzsmenthez. Mit gondol, miért válhatott ikonikus épületét Keszthelyen a Helikon? Hát egyrészt, amikor ugye 71-ben megnyitott, a Balaton egyetlen nagy befogadó képességű télen-nyáron üzemelő szállodája volt, és hát itt a nyugat-balatoni régióban, meg még Hévízt is beleértve nem volt ilyen kapacitású szálloda. És a 52 év alatt, leszámítva az utolsó négyet, amíg zárva volt, hát rengeteg híres személyiség, politikusok, művészek, írók, költők megfordultak a szállodában, rangos rendezvények. Szóval arra gondolok, hogy 95-96, ha jól emlékszem, 8 európai államelnöknek a találkozója itt zajlott, és a Helikon szállodában laktak. Vagy a Philip Morris és a Danubius Bridge kupák, amik évről évre megrendezésre kerültek. Rengeteg jó konferencia, a bójai matematikusok, a gastroenterológus konferencia, ami évről évre visszatér, vagy a jogász konferencia a hotelben. Tehát rengeteg ismert személyiség, politikus megfordult, arisztokraták. De a Festetics herceg, amikor elkezdett hazajárni a 80-as évek második felében, mindig a Helikonban lakott. És ugye a 2010-ig és utána átköltözött Hévízre. Tehát a másik meg, hogy a Nyugat-Balatonnak az egyetlen egy nagy kapacitású hotelja volt, a személyzet vonatkozásában is, hát azt mondom, úttörő munkát végzett, mert a később nyitó szállodák ebben a régióban nagyon sok helikonost alkalmazott, akik ma már vezetőként dolgoznak különböző helyeken. Hát kívánom azt, hogy a mostani
csapat is olyan színvonalon tudja ellátni a feladatát, mert mindig a szoftver fölépítése azért az egy nehezebb feladat. Sok sikert kívánok ehhez. Fekete György, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.